Az eladás előtt értékelte le a belvárosi önkormányzat azt a házat, amelyet Girószász András sógorának cége vásárolt meg még 2010-ben. A vevő 200 millió forintot spórolt meg ezzel. A házból szálloda lesz. A tulajdonos cégben nemrég a kormányzati kommunikáció vezetője is bevásárolta magát. Az ellenzék pedig új Hunvald ügyről beszél. Vidós Mihály riportja. A Dorottya utca a belváros egyik legjobb utcája. Itt áll ez a 3200 négyzetméteres épület, amelyet a Blik szerint az eredeti értékbecslés háromnegyedéért vett meg Girószász András sógorának cége. A Bulvárlap mai számában azt írja, hogy Serfőző Péter cége 776 millió forint helyett 582 millióért jutott hozzá a házhoz, amelyből szállodát alakítanak ki 3 milliárd forintos befektetéssel. A négyzetméterenként 180 ezer forint körüli ár, a jelenlegi piaci árnak nagyjából a fele, írják. A Blik szerint ráadásul több olyan épületet is eladott a belváros egyszerre, amelyekhez alig egy évvel azelőtt jutottak hozzá. Vagyis szerintük érthetetlen az ingatlanok túl gyors eladása. Megkerestük a belvárosi önkormányzatot is az ügyben. Közleményükben azt írják, hogy nem igaz, hogy áron alul adták volna el a Dorottya utcai épületet. Szerintük csak az ingatlan válság hatására csökkent a ház értéke a harmadával. Azt is írják, hogy nem akartak rögtön megszabadulni tőle, csak hogy a köztes megoldásokra kiírt pályázataik eredménytelenül zárultak. Mivel interjút nem adtak, ezért nem tudtuk megkérdezni, hogy miért ragaszkodtak az épület eladásához, ha jól tudták, hogy a válság miatt eleve kevesebb bevételre számíthat belőle az önkormányzat. Girószász András, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is írásban reagált a megkeresésünkre. Azt írja, soha nem volt a tulajdonában olyan cég, amely ingatlant vásárolt volna, és hogy egy olyan cégben szerzett részesedést, amely a korábban megvásárolt ingatlan tulajdonnak az 50%-os tulajdonosa, és hozzáteszi, hogy minden olyan utalást, amely a nevét összemossa az ingatlan tulajdont vásárló céggel, határozottan visszautasít. A fideszes haveroknak kijátszák a belvárosiak vagyonát. Az együtt társelnöke belvárosi önkormányzati képviselője szerint egyáltalán nem volt rászorulva a kerület az ingatlan eladásokból befolyó bevételekre, hiszen a turizmusból eleve rengeteg bevételhez jutnak. Az elmúlt 8 évben Juhász Péter szerint több mint 1000 ingatlant adott el ár alatt a belváros, mindezt ráadásul az ingatlan válság kellős közepén. Ezért most eljárást kezdeményez az ügyben. Én ma levelet írok Polt Péternek, a legfőbb ügyésznek, hiszen egyértelműen itt egy új Hunvald ügy van kialakulóban, Rogán Antal, a Fidesz Hunvald Györgye. Teljesen egyértelműen látszik, hogy muszáj, hogy egy külön nyomozó bizottság vagy egy nyomozó csoport álljon fel és foglalkozzon ezekkel az ügyekkel, mert el fogják tüntetni a bizonyítékokat. De nem ez az első, és vélhetően nem is az utolsó ingatlan eladás, amelyet kifogásol a belvárosi ellenzék. Szentgyörgyvölgyi Péter új kerületi polgármester például kénytelen volt visszaadni a kerülettől féláron megvásárolt Szerb utcai lakását, mert akkora balhé lett belőle. Ráadásul ezt a Zrínyi utcai üzlethelyiséget az ellenzék szerint szintén kapkodva és áron alul adta el a belváros Girószász sógorának. Megkerestük a fővárosi főügyészséget is a belvárosi ingatlanügyek miatt. Válaszukban azt írják, hogy a Dorottya utcai épület eladása kapcsán még senki sem tett feljelentést, így eljárás sem zajlik az ügyben. Szentgyörgyvölgyi Péter Szerb utcai lakásvásárlásával kapcsolatban feljelentés kiegészítést vár az ügyészség, amely december 10-ig kell, hogy megérkezzen hozzájuk. Vidós Mihály, Hír 24.